Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, stúdiónk vendége Cserp Alkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy Fehérvárról beszélgethetünk, és köszöntöm a nézőket is természetesen. Mozgalmas időszak van előttünk, és mögöttünk is egy nagyon mozgalmas időszak volt. Egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt hétre, bár többször beszélgettünk itt a Fehérvár Televízióban, vagy akár a Vörösmarty Rádióban a közgyűlés történéseiről, de talán kiemelhetünk három fontos fejlesztési döntést, amit meghozott Székesfehérvár képviselőtestülete. Igen, de mielőtt erről a három fejlesztésről beszélnénk, én szeretnék gratulálni azokhoz a fejlesztésekhez, amik itt történtek a stúdióban, mert más a látvány. Más a látvány, és nyilván más az a technológia, ami ebben a látvány mögött látszik. Úgyhogy szívből gratulálok, és használja a stáb egészséggel, és remélem, hogy nézőt és meg lehet szólítani, és egyre több fehérvári fogja úgy gondolni, hogy lokális híreket médiacentrumon keresztül lehet elérni. A fejlesztésekről is dönthettünk valóban a múlt hét pénteki közgyűlésen. Azért is örülök neki, mert ez jól mutatja, hogy mindenki országos, állami és helyi szinten is megtesz annak érdekében mindent, hogy működőképes maradjon az ország, működőképes maradjon a város, és amennyire lehet, amennyire a szabályok azt engedik, de a normális életet tudjuk élni, és ez pedig abszolút hozzátartozik a város üzemeltetése és a város fejlesztése egyaránt. A fejlesztések meg egyértelműen már a jövőről szólnak. Valóban három kiemelt fejlesztésről döntött a közgyűlés. Az egyik egy korábbi, még tavaszi, a rendkívüli jogrendben, akkor a közgyűlés helyett meghozott döntésem következő lépcsőfoka és üteme volt, amit most a közgyűlés egésze tudott meghozni, mégpedig, hogy az akkor megrendelt 15 vadonatúj autóbusz mellé most további 8 autóbuszt tudunk megrendelni a Volánbuszon keresztül, elérve azt, hogy tovább tudjuk bővíteni, és egyúttal pedig megújítani a város közösségi közlekedését. Ez összesen 23 vadonatúj, 0 kilométeres, minden környezetvédelmi és közlekedési szabványnak megfelelő szabályokat betartó, környezetet abszolút kímélő autóbusz beszerzéséről van szó. Ebből az első 10-et már láthatják is a fehérváriak az utakon, és használhatják is. A visszajelzések szerencsére nagyon pozitívak ezekkel a gépjárművekkel kapcsolatban. Tiszták, vadonatújak, alacsony padlósak, tehát akadálymentesítettek, megfelelő légtechnikával, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon a korszerűséget mutatva. És hát ez a 23 autóbusz pedig nagyjából a fele a csuklós autóbuszaink számára, és ezt jövőre ezt a programot szeretnénk folytatni. Nem titok, hogy a szólóbuszokkal, és a szólóbuszok arányát szeretnénk javítani az csuklós buszokhoz képest. Minden szempontból ez lenne a hatékonyabb, környezetkímélőbb is. Ezáltal a szólóbuszok jönnek 2021-22-ben, és a 25 busz az vagy gázüzemű, vagy elektromos autóbusz lesz. Nyilván ott majd közbeszerzési eljárást kell vagy a Volánbusznak, vagy az önkormányzatnak lebonyolítani. Én bízom benne, hogy a jogszerű keretek között, de az Ikarusz is versenyezni tud már ezekért a buszokért, hiszen tudjuk, hogy... Azért ez egy szép történet lenne. Az nagyon-nagyon szép keret történet lenne a fehérvári közösségi közlekedésben, és akkor nagyjából 50 vadonatúj busszal tudna menni a helyi közösségi közlekedés. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly előrelépést jelentene a komfortérzetben, a biztonság érzetben egyaránt. Bízom benne, hogy meg tudjuk így szólítani az embereket, hogy használjanak közösségi közlekedést. Nem titok, hogy dolgozunk egy rövid távú menetrendet, hálózatot érintő tervvel is, amivel tovább tudnánk ezt bővíteni, és a lehetőségként az emberek elé tárni. Szeretnénk erről egyébként egy társadalmi vitát. Ennek lesz egy rövid távú és egy kicsit hosszabb távú része. A rövid távú az kicsit összefügg a Budapest-Fehérvár közötti autóbuszjáratoknak a kérdésével. Szeretnénk a vasútállomás megközelítését a helyi közösségi közlekedésben egyszerűbbé tenni, és elérni, hogy minden városrészből átszállás nélkül el lehessen jutni a kórházhoz, rendelőintézethez, illetve a vasútállomásra. A Volánbusznál van már a javaslatunk, ők ezt most nézik. Ha megállapodtunk a Volánbusszal, hogy a mi általunk javasolt megoldások működőképesek-e, akkor ezt pedig a város nyilvánosság elé fogjuk tárni, kérem majd ezt véleményezni, és szeretnénk jövő év elejétől ezeket bevezetni. És van egy középtávú, hosszú távú, az pedig az intermodális közösségi közlekedési központtal fog összefüggni. Az viszont a teljes hálózat áttekintését fogja jelenteni. Dolgozunk az új utastájékoztató rendszer kialakításán.
szeretnénk a Városgondnokság bevonásával egy bővített értékesítési rendszert kialakítani a városba, és idővel oda pedig a kor technológiáját is behozni. Tehát a közösségi közlekedés azt hiszem nagyon látványosan fog fejlődni a következő években. És egy másik fejlesztés, amiről a közgyűlés döntött a közlekedéshez kapcsolódóan, szintén azt hiszem, hogy sokak érdeklődésére tarthat számot, ez pedig a kerékpáros közlekedés fejlesztése, mindegy 14 km kerékpárút, kerékpársáv kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárást tudtuk kiírni. Ha ez eredményes lesz, akkor várhatóan tavasszal ezeknek a kivitelezési munkái is megkezdődnek. E fölött lesz majd még az a Balaton-Budapest kerékpárút, ami átszeli Székesfehérvárt, és aminek az első üteme nagyjából a Nagyszombat útig fog egyébként Budapesttől tartani. Ott úgy tudom, hogy hamarosan már a kivitelezési munkák is el fognak kezdődni állami beruházásként. És a harmadik pedig, hát szerintem a szívünkhöz közel álló épület, a Köztársaság mozi fog megújulni. Ugyan nem moziként, mert az egy-egy termes mozival ma már nem lett volna reális, úgy gondolom, hogy az a város nagyságrendjét tekintve az a barátság. Mozi az természetesen a város a jövőben is támogatni fogja, biztosítani fogja a működését. A Köztársaság mozi mind épület megújul, és a Nemzeti Emlékhelynek lesz a látogató központja. Teljes egészében állami finanszírozásból fogja azt hiszem egy kicsit a történelmi büszkeségünket is helyként segíteni, hogy meg tudjon erősödni, emellett a Fehérvárra járó diákok számára is azt hiszem, hogy egy nagyon szép tudományos szerepe is lesz, és hát a turisztikában is lesz egy komoly szerepe, tehát munkahelyek teremtésében is segíteni fog ez az épület együttes, amiben az a 3,5 milliárd forint, amit erre fordíthatunk, az nem csak az épületre vonatkozik, hanem az összes belső eszközrendszerre és az első kiállításnak a teljes kialakítására, beleértve azt a raktárbázist is, ahol kutatható módon végre méltó körülmények között fogjuk tudni azokat a kőfaragványokat elhelyezni, amelyek a Nemzeti Emlékhelyből, koronázó bazilikából ránk maradtak. Úgyhogy ezek voltak azok a fejlesztések, amelyekről döntött a közgyűlés, de ha már fejlesztések, akkor a tegnapi nap átadtuk a munkaterületet a déli összekötőútnál, tehát elkezdődött a déli összekötőút építése, és ennek a közel 2 éves beruházásnak a végén egy nagyon fontos új gyűjtőúttal fogunk déli irányban segíteni a közlekedésnek. Ugye lesz majd az intermodálisban az Újvár-Aljasor kikötése egy felüljáróval a Mártirok útra. Ez a két útkapcsolat, ez óriási mértékben tudja majd tehermentesíteni minden felmérés, hatástanulmány szerint a Széchenyi-Horváth István kereszteződésének ma óriási forgalmát. Akkor lehet, hogy könnyebbek lesznek a reggelek könnyebb és a délutánok. Könnyebb lesznek a reggelek, mint a délutánok, én ebben mindenképpen hiszek, de ezt együtt kell fejleszteni a magának a közlekedési rendszernek, úthálózatnak, a fejlesztésére szükség van, a kerékpáros úthálózatra is szükség van, a parkolók építésére, P+L parkolók építésére is szükség van, és a közösségi közlekedésre is szükség van. És szeretnénk elérni, hogy a tág értelmemet belvároson átmenő forgalmat, azt kijjebb tudjuk szorítani. Ehhez kell nagyon az Osan körforgalom, én bízom benne, hogy ezekben a hetekben nagyon fontos kormányzati döntések születnek ebben a kérdésben, és jövőre már ott a fejlesztés maga is meg tud indulni. És hát az a bizonyos 4. stráda lejáró, illetve M81-es, M13-as, amelyik egy következő nagy előrelépést fog jelenteni, és hát amiért pedig mi dolgozunk végig, az a Bakony utcai kikötés, hát a Balatoni úti felújításnál egyértelműen lehetett látni, hogy ez miért nagyon fontos. Az egy körülbelül egy olyan 1,5-2 milliárd forintos fejlesztés, keressük már a forrásokat, az engedélyek azok hamarosan rendelkezésre fognak állni, tehát én mondom, hogy a következő években az az útkapcsolat is meg fog tudni épülni. Persze nyilván ez nem önkormányzati feladat, de azért jó lenne, hogyha az emberek mondjuk tudnák is használni, például a cipzárvád ismerős lenne, vagy akár a körforgalomban való közlekedést, hát nap mint nap lehet látni, meg nyilván a közösségi oldalán ön is olvassa a kommenteket, megjegyzéseket, ötleteket. Aki ismer, azt tudja, hogy javíthatatlanul optimista típusú ember vagyok. Én azért azt látom, hogy ez is fejlődik. Igen, és egyre többször udvariassak vagyunk a közlekedésben, beengedünk másokat, hogy majd egyszer ő is beengedjen minket. Talán már a gyalogátkelőket is máshogy közelítjük meg, mint ahogy egyébként a múltban történt. Igen, van még mit fejlődnünk mindegyik területen.
De én szerintem abban mindenki egyetért, hogy amikor vasárnap délután 2 óra, akkor az ember áll egy piros lámpánál, sehol egy autó, akkor rájön arra, hogy azért egy körforgalom az mennyit tud segíteni, hogy folyamatos legyen a közlekedés. De ehhez azért a nagy csomópontokat meg kell oldani, ahol lehet bővíteni kell az áteresztő képességet, Horváth Széchenyi, vagy éppen ugye a Mártéluk út, Seregélyes út kereszteződésnél egy-egy jobbra kanyarodó sáv mennyit tudott segíteni, és bizony kellenek ezek az óriási gyűjtőút fejlesztések. Ugye mindig elmondjuk, hogy ezek előrébb tartanának akkor, ha minden döntés a maga idejében megszületett volna. Ugye ott csúszott el a város, hogy egyrészt a 70-es, 80-as években nem kérte azokat a közlekedési fejlesztéseket, mondjuk felüljáró vonatkozásában a vasút fölött, mint amit akkor Győr egyébként kért, vagy éppen a 2000-es években, amikor a nyugati elkerülő nem épült meg, ezért aztán minden csúszik. De azért a következő években szerintem ezen a területen nagyon komoly előrelépést lehet tapasztalni. Én mindesetre mindegyik fejlesztésnél érintett területen élőktől türelmet, megértést kérek. Biztos, hogy nem könnyű ezeket a fejlesztéseket a mindennapokba elviselni, de utána a város egésze fogja ennek pozitív oldalát tapasztalni. Ugye nagyobb fejlesztés a déli összekötő nyilván, de hát a Mártiroknak a második üteme is zajlik jelenleg is, ott is volt munkaterület átadás. Így van, átadtuk a munkaterületet, hát ott óriási csöveken már látszik is, hogy mekkora a munka a közműcsere. A nagy utaknál mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak az utat újítsuk föl, hanem alatta a közműveket is, mert annak semmi értelme nincsen, hogy kap egy szép új útburkolatot az adott útszakasz, és aztán sorban durranak el alatta a csövek, és folyamatosan a vízvezetékkel kell törődnünk, és ezáltal állandóan az aszfaltot csak toldozni, foltozni tudjuk. A nagy gyűjtőutaknál akkor kezdünk bele, hogyha alatta a csőrendszert ki tudjuk, a közműveket ki tudjuk cserélni, ki tudjuk alakítani. Egyébként valóban ilyen a Mártérok út, ugye ilyen fejlesztés tudott elindulni tervezés vonatkozásában a Móri út első üteme tekintetében, és hát ősszel pedig ki fogjuk írni a Prohászka-Kisbudai útszakaszoknak a közműcseréjét, ami után persze egy teljes útfelújítás is fog történni, de például most a homoksoron is azt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy a homoksor fejlesztésébe plusz forrást teszünk, és mégiscsak kicseréljük alatta a csöveket annak érdekében, hogy hosszú távú fejlesztésekről lehessen beszélni. Ezek nem annyira látványosak, mert ha működik a közmű otthon, és jön a csapból a víz, akkor minden rendben van, de hát azért az nagyon komoly hálózat kell, és nyilván szakemberek, akik ezt a hálózatot működtetik, hogy a közmű szolgáltatás az tökéletes legyen a városban, szerencsére ezt elmondhatjuk. No, a fehérváriaknak is lehetőséget adtunk, ahogy azt már itt megszokhatták a köztérben, hogy kérdést intézzenek önnek. Következik ez az összeállításunk. Miért gyilkolják a fákat és csonkolják mindenütt? Így hús, az Ibli Miklós utcában is, a Vidán Parknál is mindenütt levágják a tetejét. Úgyhogy pillanatnyilag ez érdekel meg, miért csonkolják a bokrokat, nehogy a madaraknak fészkelő helyük legyen. Homoksoron lakom, és ott a kutyamenhely. Na most azzal nagyon sok probléma van. Hangosak a kutyák, nyűszítenek hétvégén, és írtó büdös van az egész környéken. Egy-két kutyával van tele az egész környéknek a hangja. Szerintem másokat is zavar, nem csak minket. Itt pont szembe velünk. Nincsen az interneten, mindent megtudok. Tehát ott tájékoztatva vagyunk rendesen, úgyhogy nincs különösebb kérdésem. Ez is egy vélemény egyébként, hogy akkor minden megtalálható. Igen. Tisztább lehetne a levegő is, hogyha kivonnák a forgalomból innen a sok kocsit, aztán egy kicsit az emberek főleg lélegezhetnének. Hát először is Katinének nem csak a kérdést köszönöm, hanem azt a harmonika szót, amit néha tőle szoktunk hallani a belvárosban. Egyébként ő rendszeresen elmondja élőben is a véleményét, és ezt én nagyon megszoktam neki köszönni, és mindenkit bíztatok, hogyha találkozunk valahol, akkor nyugodtan osztja meg velem a kritikáját, véleményét, javaslatait. Hát azért az autókat nem fogjuk tudni teljesen kivonni a város közlekedéséből, de hát előbb sokat beszéltünk arról, hogy milyen intézkedések kellenek ahhoz, hogy a rohamosan növekvő autószámhoz képest a forgalmat a fenntartható szinten tudjuk megtartani. És hát azért szerintem tavasszal lehetett érzékelni, hogy jóval kisebb közlekedés mellett mennyivel tisztább volt a város levegője. Tehát nem csak közlekedési, hanem igaza van Katalinnak, bizony környezetvédelmi kérdés, levegőtisztasági kérdés is, hogy egyébként mit kezdünk a közlekedéssel.
Annak a hölgynek nagyon szeretném megköszönni, mert valahol visszaigazolta, hogy itt mi közösen sokan, akik a nyilvánosságban dolgoznak, dolgozunk, megfelelő módon tudjuk a fehérváriakat tájékoztatni a fehérvári eseményekről, a fehérvári történésekről. És én is azt tapasztalom, hogy rengetegen nem csak tájékozódnak ott, hanem ott bizony megosztják a véleményüket. Akkor is, hogyha ez egyébként pozitív, akkor is, ha kritikus, de akkor is, ha javaslatot tartalmazó, akkor is, ha dicsérő. De hát a nyilvánosság az már csak így működik, a vélemény nyilvánítás szabadsága pedig mindenkit megillet, de örülök annak, hogyha ő úgy érzi, hogy minden információt azt át tudunk adni. Azt tudom neki ígérni, hogy ezt meg fogjuk tenni a jövőben, és most már TikTok felületen is, ami még számomra is teljesen új, de próbáljuk tanulni. Úgyhogy a közösségi médiában is, médiacentrumon keresztül is próbálunk minden információt átadni a fehérváriaknak. Ami a fákra vonatkozó kérdés volt, azért szeretném összességében megnyugtatni a hölgyet, hogy a városfa állománya az nem, hogy nem csonkul, hanem kifejezetten is nagy arányban nő. Az erdősítésekre, a nagy fásítási programokra is gondolhatunk. Fehérvár tüdeje program, ugye az első lépcsőit éppen most fogjuk átadni. Az első 4 hektáros erdőtelepítés ugye már évekkel ezelőtt megtörtént, és ezt folytatjuk. És hát újabb jóval több mint 100 000 fa elültetése történik most mondjuk novembertől tavaszig. Tehát azért a fa állomány szerencsére folyamatosan nő. Amit a hölgy facsonkolásnak lát, az szakemberek által folyamatosan vizsgált faállománynak a megújítását célozza. Én is szoktam ezzel a véleménnyel találkozni, és én magam is sokszor osztom és hívom fel a szakembereinket, hogy de hát ez nem igaz, hogy jó a fának, és azt mondják, hogy de, az időről bizony meg kell tenni. Nyugodtan arra biztatom a hölgyet, hogy ha engem megkeres, akkor nagyon szívesen akár ő neki közvetlenül elküldjük azokat a szakmai érveket, amelyek akár konkrét hely megfogalmazásában, meghatározásánál, akár általában is ebben a kérdésben a faá vagy a bokorállomány tekintetében őt érdekli. De mellette azért talán az is látszik, hogy ahol közösségi tereket növelünk, hozunk létre, ott pedig kifejezetten zöldítjük a területet. Én visszaemlékszem arra, amikor az országzászló tér elkészült, akkor sokan azt mondták, hogy hát ez nem zöld. És mondom, hát a murvából kinövő gaz az nem volt zöld, viszont higgyen mindenki benne, hogy miközben jó felületen tudunk sétálni, összességében sokkal zöldebb lesz az országzászló tér, mint amilyen korábban volt. Szerintem ezen a nyáron már senki nem illetett bennünket ezzel a kritikával, mert hogy gyönyörű lett az országzászló tér. Mondjuk gyakorlatilag a növények elfoglalták, nem véletlen, hogy országosan is úgy halljuk, hogy különböző díjak vonatkozásában az országzászló tér, vagy éppen a Jávorottó tér, az mondjuk úgy, hogy versenyben van, a Sóstól környezetéről pedig ne is beszéljünk. Úgyhogy a hölgynek nyugodtan azt biztatom, nyugodtan keressen meg, akár fogadónapomon, akár bármelyik közösség média felületen, vagy e-mailben, levélben, és le fogjuk neki írni, hogy ott azon a területen miért fog szükség a beavatkozásra, és a szakemberek el fogják mondani, hogy milyen szakmai beavatkozás történt. Ugye most már főkertésze is van a városnak, ami egy nagyon-nagyon tudatosan létrehozott új tisztség és feladatkör, és hát főkertész már nagyon fiatal, de egy nagyon kemény szakember, és abszolút kiáll a fák védelme érdekében, de közben a fákat néha bizony az ő egészségükben is védeni kell, ez pedig beavatkozásokra is szükség van. Azt látni kell, hogy van egy nagyon komoly problémánk a faállománnyal, különösen a tág értelembe vett belső gyűrű belül, mégpedig, hogy nagyon sok esetben a faállomány nem tudatosan lett ültetve, ebből következően összeér a közművel. És hát bizony az balesetveszélyes, életveszélyes helyzeteket eredményezhet, tehát ott muszáj hozzányúlnunk. Mondjuk egy gázvezetéknél azt hiszem, hogy nem kell külön magyarázni, hogy egy gyökérzetnek miért van jelentősége. Hát vagy a Balatoni útnál is, hiszen a Balatoni útnál fák, sőt annyira, hogy ugye a járdát azt nem is tudtuk most véglegesen megcsinálni, mert még dolgoznak a gyökerek, azt meg kell várni, és utána lehet majd egy újabb végleges burkolatot adni. Szeretnék megnyugtatni mindenki, hogy ez csak a járdát fogja érinteni, az úttest burkolatát azt nem. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kérdés, de abban teljesen azonosulok a hölgyel, az egyik legfontosabb kérdés a faállomány és ugye a zöld terület védelem. Itt köszönet a Városgondnokság dolgozóinak is, mert azt hiszem, hogy kiváló munkát végeznek Boza István városgondnok úr vezetésével, úgyhogy az ő munkájukat pedig becsüljük meg, mert a közterületeink ő miattuk rendezettek, és ő miattuk lett egyébként Fehérvár nem oly régen az ország legvirágosabb és legszebb, legzöldebb nagyvárosa. Ezt a pozíciót egyébként szeretnénk tartani. Nem tudom, hogy válaszoltam-e minden kérdésre. A
kutyamenhely kérdése kapcsán. Viszont hát az állatokkal is kezdődik el. Így van, nagyon-nagyon sokan tartanak állatot. A felelős állattartást azt gondolom valóban propagálni kell, ez nyilván nagyon fontos, de közben nem véletlenül rengetegen nyújtanak akár önkéntes, akár pénzügyi segítséget a menhelyeknek, és ugyanin kifejezetten ezt a panaszt a homoksorról még nem hallottam, de hölgy él ott, tehát nyilvánvalóan neki igaza van. Kérem, hogy keressen meg bennünket, és természetesen a menhely működtetőivel föl fogjuk venni a kapcsolatot. De hát igen, a kutya az szokott ugatni. Nekünk is van otthon egy pici kutyusunk. Felelősen kell őket tartani. Óriási szeretetet tudnak, azt gondolom, hogy adni, és ezt visszakapják, magyarul nem kerülnek menhelyre, akkor azt hiszem, hogy valójában ez egy igazi jó megoldás, mert a menhelyeket az önkormányzat egyébként támogatja, most már az elmúlt években. Most egyébként evösszeírás van, és szeretnék mindenkit arra kérni, hogy igenis adja le ezeket az adatokat, hogy legyen egy jó adatbázisunk, amiből dolgozni tudunk, és természetesen a menhelyek működtetőit pedig arra kérem, hogy a rájuk vonatkozó szabályokat tartsák meg, de egyúttal meg szeretném köszönni az ő munkájukat, mert nagyon nehéz körülmények között egy nagyvárosi élethez hozzátartozó és az állatok védelmét szolgáló tevékenységet végeznek, és azt kérem, hogy aki őket akár önkéntes munkába, akár tárgyi, vagy éppen anyagi eszközökkel tudja támogatni, segíteni, azt ezt tegye meg. Nagyon sokat beszéltünk most fejlesztésről, hosszú távú, nagyon sok mindent meghatározó beruházásokról. Beszéltünk a közgyűlésről, meg arról, hogy az idei esztendő nagyon sok mindent átírt és megváltoztatott, ilyen talán a gazdaság is, és hát a tervezhető bevételek száma is. Itt mire lehet számítani, nagyjából mit látnak most? Október közepén fogjuk látni, hogy milyen adóbevételekkel számolhatunk 2020 végéig, illetve 2021 évben. A költségvetés tervezését egyébként elkezdtük, de erről többet akkor tudunk mondani, amikor az idei bevételi számaink már nagyjából véglegesek lesznek. Itt egy szeptember 30-ai határidő volt fontos a helyi adók feltöltése tekintetében. Ez egy-két hét kell, hogy ennek az eredményeit lehessen összesíteni. És ugye látunk még decemberi adófizetőket, de összességében már október közepén meg tudjuk mondani, hogy mekkora bevétel kiesés, mert hát sajnos a hosszú évek korábban megszokott gyakorlatához képest most annyi változás mindenképpen lesz, hogy jelentős bevétel kieséssel és nem bevétel növekedéssel számolhatunk. Ez most egy ilyen esztendő. Én köszönöm szépen a fehérváriaknak, hogy abszolút elfogadták, hogy ebben az évben bizony máshova kellett március után helyezni a hangsúlyokat, mint ahogy a februári költségvetésben azt szerettük volna. A védekezéshez szükséges költségek természetesen rendelkezésre álltak és rendelkezésre fognak állni a következő hónapokban is. Nyilván az emberek élete biztonságának megőrzése, a legfontosabb intézmények működtetése, cégeink, közszolgáltatásaink működtetése a legfontosabb, magyarul a város üzemeltetése. És hát bizony a fejlesztések azok most egy kicsit nehezebben mennek, bár szerintem elég sok minden azért látható a városban még így is, és ezen leszünk 2021-ben is. Azt tapasztaljuk a legnagyobb adófizetőkkel beszélgetve, tárgyalva, hogy talán egy kicsit jobb lesz azért a helyzet, és magasabb bevételeink lehetnek, mint amit májusban velük egyeztetve prognosztizálhattunk, és velük együtt láttunk, hogy ez esetleg tényleg reálisan magasabb lesz, és ha igen, mennyi összeggel, az nagyjából két hét múlva lesz ismert. Természetesen a nyilvánosságot erről tájékoztatni fogjuk, és november közepén fogjuk módosítani az idei költségvetést, és nagyjából véglegezzük az idei pénzügyi folyamatokat, és párhuzamosan pedig megszokott rendben elindult a költségvetés tervezése 21-re vonatkozóan, és 21 február elején közepén el fogjuk fogadni a 21-es költségvetést is. Tárgyalunk egyébként az állammal, különböző állami támogatásokról, akár városüzemeltetés, akár fejlesztések tekintetében, akár az utolsó heteket is nézzük, nagyon sok ilyen fejlesztési forrást hagyott jóvá a kormányzat, ezt természetesen köszönjük. Emellett szeretnénk, hogy bizonyos területeken esetleg a működésben is járuljon hozzá a város működéséhez.
Egyébként ugye elindult a lázmérés a köznevelési intézményekbe, most rengeteg eszközt kaptunk ehhez önkormányzatként is, óvodafenntartóként. Tehát az államot nem mondta azt, hogy bocsánat, ezt az önkormányzatok tartják fönn, úgyhogy mi ehhez nem járulunk hozzá. Ők hozzájárultak az óvodák működtetéséhez ilyen értelemben. Mi egyébként segítjük az iskolákat, hiszen pont, hogy nem mindenhol kelljen kézi lázmérést, ezért ezek a fotocellás beengedő rendszerek, hőkamerás rendszerekbe. Az állam is finanszírozott iskolák tekintetében ilyet, magánszektor is, magánszemélyek, szülők, vállalkozások, az önkormányzat is felajánlott a szakképzési centrumnak és a tankerületnek 2-2 millió forintot. Tehát látszik, hogy igenis egy összefogás kell ebben a helyzetben. Én türelmet, megértést kérek, egy valamit tudok ígérni, hogyha visszatér minden a rendes kerékvágásba, különösen az ipar területén, akkor semmi akadályát nem látom, hogy 21 második felétől, de leginkább 2022-től pontosan ugyanazt a magas fejlesztési ütemet tudjuk tartani, mint amit egyébként az elmúlt évek gazdasági teljesítménye okán, a gazdaságban dolgozó emberek teljesítménye okán közösen meg tudtunk élni. Az óvodákat említette, itt helyi szinten mondhatjuk azt, hogy szigorúbb szabályokat hoztak meg. Egy kicsit igen, de hát ez így volt már tavasszal is. És egy kicsit összefügg ez a kérdés az előzővel. Tehát nyilván mi a legfontosabb, az emberek egészségének megőrzése, védelme. A második helyen mindenképpen a működőképesség fenntartása, és az, hogy a helyi gazdaságot ne kelljen úgy korlátozni, mint ahogy kellett sajnos tavasszal. Ennek sok-sok milliárd forint, nem tudom most mennyi pont megmondani, de 6-7-8 milliárd forint bevétel kiesés lett az eredménye. Ezt még egyszer ősszel-télen nem lehet végig csinálni, anélkül, hogy annak ne lennének még súlyosabb következményei. Mi a fontos, fenntartsuk a működőképességet, ezzel biztosítjuk az embereknek a munkahelyet, az egzisztenciát, a családoknak a megélhetést. Ehhez nagyon-nagyon fontos, hogy az embereknél elfogyott a szabadság. Tehát ugye tavasszal még volt szabadság, bizony ősszel nem már nagyon van szabadság. Nem szeretnénk, hogy fizetés nélkül szabadságra kelljen menni tömegeknek azért, mert nem működik egy iskola, nem működik egy óvoda, nem működik egy bölcsöde. Nem működnek a szociális intézményeink. Mi kell? Ezeket különös tekintettel védeni kell. Védeni kell a felnőttet, de legalább annyira, sőt, védeni kell magát a kisebb gyermeket, vagy az éppen odajáró fiatalt. Ezek a lépések, amiket az állam meghozott, és amiket mi kiegészítettük, ezeket a célokat szolgálják, hogy normális életet élhessünk, de ezt a néhány szabályt tartsuk be. Ez részben a maszkviselésnek a szabálya, ami egyébként nem csak a betegség ellen véd, nem csak a más megfertőzését akadályozza meg, hanem a karantén eljárásban is eldönti, hogy karanténba kell levonulnunk másfél-két hétig, vagy nem kell karanténba vonulnunk. Tehát ha valaki nem is hisz a maszkban, de nem szeretne két hétig otthon maradni szabadság nélkül, akkor is azt kérem, hogy használja a maszkot ott, ahol egyébként az kötelező, mert a karanténos eljárásban ez lesz a fő kérdés a szakembereknek. És igen, mi bevezettük a kulturális intézményeinkbe, bevezettük az oktatási, köznevelési és szociális intézményeinkbe is a kötelező maszkhasználatot meghatározott keretek között, és a mai naptól pedig a kötelező lázmérést. Ez úgy néz ki, hogy ahogy az iskoláknál, vagy az óvodáknál is követjük az állami szabályokat és a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket, és mindenkit, aki belép az óvodába, kötelezzük a lázmérésre, és a bölcsödébe is bevezettük ezt, azzal a különbség, hogy ott csak a felnőtteket. Tehát szerintem egy-másfél éves kisgyermeket nem kellene nagyon megijesztenünk, úgyhogy ha lehet, akkor őket ettől kímélnénk. Az óvodáknál is, bölcsödéknél is továbbra is a zsiriprendszer működik, kivéve a legkisebbeknél, akiket gyakorlatilag az adott szülő beszoktat. Ott egy szülő bekísérheti a gyermeket, a szülő csak maszkban töltheti benne azt az időt, amíg bent van. Viszont a zsiriprendszerrel reggel a gyermeket átveszik az intézmények a kapukon. Tudom, és én is kapok megkereséseket, hogy ezért nem jó, azért nem jó. Nekünk is van három gyermekünk, mindegyik volt bölcsödés és óvodás. Tudom, hogy nem könnyű egy kisgyermeket otthagyni, még a nagyobbakat is nehezen hagyom ott reggel, pedig hát ők aztán már nyilván önállóak és mennek. De én ezt teljesen megértem, de fogadjuk el, hogy egyrészt a gyermek, másrészt az ott dolgozó óvodapedagógus, vagy éppen dolga, vagy éppen bölcsődei szakembert, vagy éppen tanárt biztonságát védjük, akit nem tudunk pótolni. Ha tehát ő karanténba kerül, akkor össze kell vonnunk óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, ami nyilván nagyon nehéz helyzeteket eredményezhet az intézményekbe. Úgyhogy tudom, hogy nem könnyű, de mégiscsak tartsuk be ezeket a kereteket, szabályokat, és ez mellett pedig igenis éljünk normális mindennapi életet.
mert a napi most is süt, azt hiszem, hogy élni most is jó, és remélem hozzátehetjük, hogy Fehérváron élni most is jó. A járványidőszak alatt azért nehezítő tényező volt, hogy helyben nem lehettek tisztában az adatokkal. Ön is tapasztalta ezt? Igen, és nagyon-nagyon sok információt, tudást, szakmai jó tanácsot, ajánlást kaptunk például az operatív törzstől. Ez szerencsére mind a mai napig így van. Nagyon-nagyon nagy segítség. Nem vagyunk járványügyi szakemberek. Vannak már járványügyi szakembereink, de azért nyilván ez nem egy önkormányzat kompatibilis kérdéskör, mert erre eddig így nem kellett fölkészülni. Most már nyilván a tavaszhoz képest sokat tanultunk, de ők nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk. Legyen a tiszti főorvosi szolgálat, kiváló a kapcsolatunk helyben és országosan is, az operatív törzs nagyon sokat segít, kormányhivatal, járáshivatal, szakmai szervezetek, mentőszolgálat nagyon sokat segít nekünk. Én mindig egy dolgot hiányoltam, hiányolom, hogy van egy-kettő olyan adat, amit, hogyha megoszthatnánk a nyilvánossággal, szerintem könnyebb lenne a nyilvánosságot is bizonyos szabálykövetésre jobban rávenni, de nyilván lehetnek egyéb szakmai szempontok, amiket én nem biztos, hogy ismerek, vagy kell, hogy ismerjek, de azért én mindenhol elmondom, hogy én a napi megbetegedést, egyáltalán a fehérvári aktív betegek számát, annak az alakulását szívesen megosztanám a fehérváriakkal. Ha lesz erre lehetőségem a jövőben, akkor ezt én rögtön meg fogom tenni. Mert ahogy a hölgy is elmondta, visszaigazolják a tájékoztatást az emberek. Akár a lakossági tájékoztatásokat, akár az első kézből című kis heti megjelenésű kis tájékoztató anyagunkat. Az emberek ezt rendszeresen olvassák, sok tízezren, abból azért nagyon sok tapasztalatot, információt kapnak. Kérdezhetnek, arra igyekszünk választ adni, szakemberek igyekeznek választ adni. Tehát nagyon fontos, különös egy ilyen nehéz helyzetben a kommunikáció. Talán ezen a helyen még inkább erről lehet beszélni. Ehhez viszont azt kell érezniük az embereknek, hogy hiteles, amiből mi dolgozunk, és amiről őket tájékoztatjuk. Én úgy érzem, hogy elfogadnak már bennünket hiteles tájékoztató fórumként, én ezért bátorítom az állami szerveket is mindig, hogy igenis az emberekkel lehet minden információt megosztani, és elmondani neki, hogy ebből az információ milyen következtetések vonhatók le. De emellett pedig azt kérem, hogy lehet, hogy nem mindig értünk egy közlekedési szabállyal egyet, de azt be kell tartani, és föl sem merül bennünk, hogyha egyébként a strádán nem 130-al mentünk, hanem többel, és a trafipassz ott volt, és fizetni kell, akkor ott azt meg kell tennünk. Tehát az a kérésem, hogy a szabály, lehet a szabállyal egyetérteni, lehet azzal vitatkozni, egy egészen biztos, hogy azokat be kell tartani, és higgyük el, hogy azok a szakemberek, akiknek a javaslata alapján az állam ezeket a szabályokat hozza, vagy az önkormányzat, azok tényleg felkészült szakemberek, szerintem ezt tavasszal bizonyították, és jót akarnak nekünk. Tehát nem kiszúrásból születnek ezek a szabályok, hanem alapvetően a mi védelmünket és az élet működőképességének fenntartását szolgálják. Vigyázzunk egymásra, ez a kérése. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.